Hogyan gyűjts bizalmas fizetési információkat ismerőseidtől? Sziasztok, Barát Tanás vagyok, a Gerilla Nerdhöz műhely alapítója és vezető karrier tanácsadója, és ebben a videóban a fizetés témakörből szeretnék néhány hasznos tippet megosztani veletek. Szerintem egyetértünk abban, hogy a sikeres elhelyezkedés egyik legfontosabb mozzanata a fizetésben való megállapodás. Lássuk be, mindannyian a pénzért dolgozunk, egy új pozícióval járó, akár csak 10%-os bérnövekedés több százezer forint plusz jövedelmet jelenthet számodra néhány év alatt. Na de honnan tudhatod, hogy az adott cégnél mi a reális fizetés igény? Pláne most egy kemény pandémia utáni időben. Hogyan érheted el azt, hogy se túl keveset, se túl sokat ne kérj? Na, erre szeretnék egy egyszerű, de annál célra vezetőbb módszert mutatni neked. Figyelj! Van egy olyan állításom, hogy információ egyenlő pénz. Mit is jelent ez? A bértárgyalás ugyebár minden elhelyezkedés szerves része, egy fontos mozzanat, ami már az állás megpályázásánál elkezdődik azzal, hogy a cég próbálja felmérni a te fizetési igényedet, ezért szokták beleírni a pályázatba, hogy kérem, adja meg a bérigényét, majd az egész folyamat a legutolsó interjú után zárul, amikor is konkrét ajánlatot tesznek neked a cégek, és elindul az alkudozás. Itt jön képbe a fizetéssel kapcsolatos információk, illetve annak hiánya. Az információ hiány miatt ugyanis igen komoly hátrányba kerülhetsz a végső alkonál, már ha egyáltalán eljutsz odáig, és nem szortad ki magad azzal, hogy túl magas fizetési igényt adtál meg a folyamat elején. Életbevágóan fontos tehát, hogy még mielőtt bárhová is beadod az önéletrajzodat, miért fel tudakold meg, hogy mi a reális fizetési igény, amit az adott munkakörben, az adott iparágban, az adott cégnél megcélozhatsz. A fizetésed nagyságrendje ugyanis jelentősen változhat mindezek függvényében, és korántsem biztos, hogy amennyit eddig kerestél, az új munkakörben és a mai viszonyok szerint továbbra is reális. De az is lehet, hogy jóval többet is kérhetnél. Hogyan mehetsz biztosra? A válasz egyszerű, kérdezz. Az egyik legalapvetőbb dolog, amit a legjobb fizetés kialakulásának érdekében tehetsz, az az információgyűjtés. Ennek egyik módja a különböző fizetési felmérések, összehasonlítások, elemzések átnézése. Ám ami még ennél is célra vezető, ha a hasonló iparágban dolgozó ismerőseitől megpróbálsz becsléseket, információkat szerezni az általad megpályázott munkakör bérszínvonalával és juttatásaival kapcsolatban. Hogyan gyűjts használható fizetési infókat? Sokan mondják, hogy mi magyarok szeretünk mások zsebében turkálni, ettől még a bér és persze az egész pénzkérdés egy rendkívül szenzitív, érzékeny terület marad. Óva intellektált attól, hogy mostantól gátlástalanul ráírja az ismerőseidre, hogy figyú, te mennyit keresel, vagy ugye akár szóban hozd ezt így ebben a formában fel. Ugye ez mindkettőtöknek rendkívül kínos lenne. Valószínűleg a saját fizetésedre vonatkozó információkat te magad is kényesen kezeled. Annyit azonban mindenképp megtehetsz, hogy arról kérdezheted az ismerőseidet, hogy mennyit keresed a cégüknél valaki, aki olyan munkakörben dolgozik, mint amire te is szeretnél pályázni. Kiket kérdezd meg? Elsősorban azokat a barátaidat, ismerőseidet, volt kollégákat célszerű, tehát meginterjúvolni, akik hasonló profilú cégnél dolgoznak. Az állásszerző programban jó eséllyel kapcsolatba léphetsz olyan szakemberekkel, HR-esekkel, vezetőkkel, akik az általad megcélzott szakterületen dolgoznak. Az a tapasztalatom, hogy egyrészt más fizetéséről mindenki sokkal bátrabban nyilatkozik, másrészt elég sok embernek van információja a kollégák fizetéséről, aminek alapvetően három oka van. Fontos látnod mindhármat az, hogy tudd, mennyire bízhatsz meg ezekben a számokban. 1. Sok munkavállaló megosztja a közelebbi kollégájával, hogy mennyit keres, még akkor is, ha ezt a munkaszerződésük tiltja. 2. Gyakran fordulnak elő olyan céges balesetek, amikor valaki például a nyomtatóban felejti a bérlistát, így sokszor előfordul, hogy elég sok fizetési információ bekerül a köztudatba egy adott cégnél. Az egyik volt munkahelyemen, képzeljétek el, mi történt, előfordult, hogy a HR osztály átállta fizikailag kiosztjuk a bérpapírok helyett arra, hogy postán küldte ki a fizetési papírokat, és amikor legelső alkalommal ezt megtették, akkor a címek kicsit összekeveredtek, és mindenki megkapta valaki másnak a bérlapját. Képzelheted, mekkora felfordulás lett, és hány embernek esett le a tantusz, hogy akkor a kollégák más pozícióban, más szinteken dolgozók mennyit kereshetnek. Ez nyilván egy
rendkívüli helyzet volt, de az, hogy egy-egy ember a nyomtatóba felejti a bérpapírját, vagy valaki betekintést szerez ilyen infóba, az azért nem annyira rendkívüli. Na de a harmadik lehetőség, azt is fontos látnod, hogy egy vezető beosztású munkavállaló általában a pozíciójából adódóan is rálát az alatta dolgozó emberek fizetésére, és nem feltétlenül csak a saját osztályán vagy igazgatóságán, hanem az alatta dolgozó szervezeti egységekben tipikus fizetésekre, még akkor is, hogy ez egy másik igazgatóság. Nem feltétlenül a konkrét fizukra, csak nagyságrendileg. Vagyis ha van ismerősöd körében hasonló iparágban dolgozó vezető, akkor biztosra veheted, hogy elég naprakész és pontos számokhoz fogsz hozzájutni a segítségével. Ha eddig nem igazán volt kedved felkeresni ismerőseidet, ugye álláskeresés kapcsán, bízom benne, hogy ez a gondolat, ez a néhány technika ad egy kis plusz motivációt számodra, hogy mindenképpen tedd meg ezt. Nem csak azért, mert az állások legnagyobb részét mai napig is ismerősi ajánlás útján töltik be a cégek, hanem azért is, mert ahogy látod, az ismerősi köröd segítségével olyan pótolhatatlan fizetési információkhoz is hozzájuthatsz, és egyáltalán olyan hasznos információkhoz, amit sehogy máshogy nem szerezhetsz meg. Sikeres elhelyezkedést és jól végződő bértárgyalásokat kívánok neked. Ha tetszett ez a videó, de úgy érzed, hogy konkrét álláskeresési és bértárgyalási stratégiákra lenne szükséged, és szeretnél te is eredményes lenni a következő bértárgyalásodon, akkor gyere és regisztrálj a csütörtök esti élő online mini tréningemre. Itt bemutatom azt a 9 lépéses álláskeresési stratégiát is, amit az ügyfeleim is sikeresen használnak az elhelyezkedésben. Az előadás élő és ingyenes, itt a videó alatt tudsz regisztrálni rá. Várlak sok szeretettel a képernyő előtt, addig is minden jót kívánok. Viszlát, sziasztok!